Kedves nézőink, már bizonyára tudják, hogy itt a Pécs TV-ben ezen a héten igyekszünk azt vizsgálni, körüljárni, hogy milyenek a mozgáskorlátozottak tanulási, szórakozási és munka lehetőségei. Egyáltalán mennyire adott számukra mindaz, ami nekünk egészségeseknek természetes. A téma apropóját az esélyegyenlőségi törvény hamarosan életbe lépő vagy hatályba lépő fogyatékügyi programja adja, és evéget hívtuk a stúdióba Kővári Jánost, a Kerekvilág Alapítvány kuratóriumának titkárát. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást. Egy picit megakadtam itt az életbe lépés tekintetében, tehát az esélyegyenlőségi törvény az 99. januárjában lépett életbe. Annak van egy végrehajtási programja, kvázi rendelete, ez a fogyatékügyi program, ami 2000. januárjára datálható. Téged viszont az alapítványokán hívtunk be ide. 9 év alakult az alapítvány, 33 magánszemély jóvoltából, két célcsoportot alakítottatok meg. Az egyik a mozgássérő gyerekekkel foglalkozik, milyen keretek között és mi módon? Így van, ezt úgy hívjuk, hogy a Mozgássérült Gyerekek Megyei Rehabilitációs Központja. Ezen a központon belül három részleg van tulajdonképpen. Az egyik egy speciális iskolának nevezhető, ahol azok a mozgássérült gyerekek tanulnak, akik nem integrálhatóak, tehát normál iskolában nem tudnak járni, de oktathatóak, képezhetőek. Ez a speciális iskola. Van egy integrációs részlegünk, amelyik az integrációban résztvevő, tehát a normál iskolába járó mozgássérült gyerekeknek a fejlesztését, logopédiai mozgásfejlesztését végzi, és ezzel segíti a gyerekeknek a normál közösségben való oktatását. És a harmadik pedig a halmozottan fogyatékos közülük is azok, akiknek a mozgássérültségük dominál, és emellett van ugye más fogyatékosságuk is. Az ő számukra a képzési kötelezettség teljesítése, ez tulajdonképpen fejlesztés és gondozás, nem iskolai rendszerben, hanem egy ilyen sajátos fejlesztési ütemben. Ez a mozgássérült gyerekek rehabilitációs központja. Az iskolánk egy osztályon működik még, és felmenő rendszerben, hamarosan a jövőben a következő osztály is megindul. A halmozottan fogyatékos gyerekek fejlesztését azt pedig a szociális intézményünkben végezzük. Ezt nevezhetjük három súlyossági fokozatnak gyakorlatilag, és ezzel a teljes spektrum le van fedve. A másik célcsoport az önálló életvitel központ, ez már a beilleszkedést, a társadalomban való életet segítést tanítja, mégpedig gyakran önsegítő módon. Igen, az önálló életvitel központunkat azt azzal a céllal hoztuk létre, hogy miután a gyerekek az iskolai oktatásban részt vesznek, azt elvégzik, utána is valamilyen módon tudjunk nekik segíteni abban, hogy a társadalomba be tudjanak illeszkedni. Mi azt gondoljuk, vagy azt reméljük, hogy hamarosan eljön az az idő, amikor nem kell intézményi rendszereket felállítani már ahhoz, hogy a felnőtt fogyatékos embereket segítsük, hanem azt reméljük, hogy kis segítségnyújtásokkal ők minél többen önmaguk tudnak majd a saját életük felől dönteni, illetve a saját szükségleteiket kielégíteni. Ez az önálló életvitel központ ezt a célt szolgálja, információs és tanácsadó szolgálattal, jogsegélyszolgálattal, módszertani segítséggel, szállító szolgálattal, tehát tulajdonképpen olyan szolgáltatásokkal, amik ezt az önállóságot segítik. Ezen a központon belül működik még egy módszertani csoport, amelyik viszont meg azokat az intézményeket segíti információkkal, tanácsokkal, tréningekkel, akik fogyatékosokkal foglalkoznak, egy ilyen módszertani segítség, és ugyancsak az önállóvitel központon belül vannak azok az akcióprogramok, amelyek közül most a legfontosabb számunkra az akadálymentes mintarégió program, ami arról szól, hogy Baranya megyében szeretnénk azt minél előbb elérni, hogy valóban a közlekedés, a kommunikáció akadálymentes legyen, nem csak a mozgássérültek számára, hanem más fogyatékos emberek számára is. Mint tapasztalsz a mindennapok során, hol vannak a legnagyobb problémák, mik a legnagyobb gondok, a mostani állapotok hol gátolják leginkább a mozgáskorlátozottakat kifejezetten? Nagyon összetett a kérdés. Valóban van mit tenni még az oktatás területén is, bőven, főleg az integráció területén. Nagyon kevés iskolában tudják ma még biztosítani ennek a feltételeit. De legalább ilyen fontosságú probléma a közlekedésnek a megoldása, hiszen ma nem csak Pécset, egész Magyarországon azért, bár változó Budapesten egy picit fejlettebb közlekedési viszonyok vannak, de Magyarországon bárhol, és Pécset különösen rosszak a közlekedési viszonyok. Ez azt jelenti, hogy már az iskolába sem tud eljutni, a szórakozás lehetőségét sem tudja igénybe venni, és más ellátásokból is kimaradhat, orvosi ellátásból is. Sokszor például messze vagyunk még a mintarégiótól. Messze vagyunk a mintarégiótól, de úgy gondoljuk, hogy annyira azért nem messze, mint amennyire gondolnánk. Tehát a fejekben
azoknak a fejében, akik tehetnek azért, hogy akadálymentessé tudjuk közösen tenni a megyét, úgy tűnik, hogy a nyitottság megvan. Mi azt a szerepet vállaltuk csak, hogy megpróbáljuk organizálni, szervezni a felmérését az épületeknek. A pályázati úton a kivitelezéshez pénzt próbálunk segíteni, szerezni a tulajdonosoknak, és egyáltalán motiválni őket a törvény mellett, mert törvény már létezik, kötelezettségről szóló törvény. Ennyi a mi szerepünk. Ha már az országon belül különbségeket tettünk, ugye említetted, hogy Budapesten rendkívül jobban előre tartanak ezekben a dolgokban, mint nálunk itt Pécset. Gondolom azért nálunk fejlettebb országokban is vannak pozitív példák. Ezeket mennyire lehet megismerni, és mennyire ültethetők át a magyar gyakorlatba? Feltétlenül vannak, és én úgy látom, hogy most például nem régen jöttünk haza Rómából. Ott például Olaszországban nagyon sok gondot fordítottak, nem túl régen, az elmúlt években a közlekedés akadálymentesítésére, de Németországban, ahol szintén nem régen voltunk, ott viszont az jellemző, hogy szegregálják a fogyatékos embereket, kis városok épülnek fogyatékosoknak, és ők azon belül mindent megkapnak, viszont az azon kívüli környezetben egyáltalán nem jellemző az akadálymentesség, úgyhogy igazából mi nem vagyunk semmiben elmaradva, anyagi lehetőségeink tekintetében talán igen, de például nyitottságban, erre való nyitottságban nem is, és ennek konkrét jeleit is már tapasztalhatok, és ezért mi nagyon bízunk benne, hogy tényleg ebben az évben, a következő években itt hamarosan meg fog indulni egy ilyen folyamat. Itt hívnám fel a nézők figyelmét arra, hogy szerdán országos konferencia helyszíne lesz Pécs. Ezen a konferencián többek között Harag Péter miniszter úr is itt lesz. És te is elő fogsz adni. Milyen témában? Abban a témában, hogy a mi alapítványunk mit tud tenni a fogyatékos emberek esélyegyenlősége érdekében. Keveset, de azt szeretnénk jól csinálni. Erről fogok majd ott előadást tartani. Nagyjából arról, amiről most beszélgettünk, csak részletesebben. Egyetlen utolsó kérdés. Beszéltünk ennek a kvázi végrehajtási rendeletnek a közelgő életbelépéséről. Mit lehet ettől várni? Mik lesznek az első kézzel fogható hatásai? Mi tényleg konkrétumokat várunk ettől. Én azt gondolom, hogy ebben a programban, amiben megfogalmazódott az, hogy mondjuk például a tömegközlekedést az egyes városoknak mikorra kell megoldani annak felülvizsgálatát, a közlekedési eszközök akadálymentesítését. Tehát konkrét időpontokat jelöl meg, sőt azt is megjelöli, hogy mely tárcáknál lehet pályázni azokra a pénzekre, amiből meg lehet valósítani. És én úgy tudom, hogy a következő évi, az országgyűlés által elfogadandó következő évi költségvetésben az egyes minisztériumokhoz valóban el lesznek különítve 10 milliárdok erre a célra. Ezekhez való hozzáférést kell az itteni intézményeknek, illetve az itteni cégeknek megismerni, és azt gondolom, hogy ettől viszont tényleg gyakorlativá válik az, ami a törvényben, illetve ebben a programban ma még elméletként hangzik. Hát mindehez a jó erő és a sok siker mellé sok szerencsét is kívánok nektek és kollégáidnak. Kővár János, köszönöm szépen! Köszönöm szépen is!